Felsőrákosi viseletek címmel archív fotókiállítást és viseletbemutatót tartottak múlt év októberében a 6. székelyföldi napok alkalmával Felsőrákoson és Lövétén. Nagy szeretettel köszöntöm a megyei művelődés képviselőit, akik Pivarcfalváról, Nagybacomból, Barótról vették a fáradtságot, és eljöttek archívfotó kiállításra és viseletbemutatóra. Az itt valóktól, akiket nem befolyásolt ez a sanyargató idő, akik felöltöztek, akik elészették az inget, a rokonyát, a lágyit. Közös műsorban a Százlábú Névtán csoporttal a Szent Györgyi Művelődési Központ részéről nagy szeretettel köszöntjük a százlábúakat, a zenekarukat, fogadják szeretettel a műsorunkat, viseletbemutatók lesznek és tánc. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket a Kovászna megyei Művelődési Központ és Kovászna megye tanácsa nevében. Én Nagy Tünde vagyok, rendezvényszervező. Nagy öröm számunkra az, hogy a mai napon megnyithatjuk ezt a kiállítást. Azt hiszem, hogy pontosan egy éve volt, amikor elhoztuk a lövétei archívfotó kiállítást ide Önökhöz, népviseletbemutatót és az asszonykórust. Ezáltal nem titkolt szándékunk volt az, hogy próbáljuk meg a felsőrákosiak érdeklődését felkelteni ezzel, és lám bevált. A kolléganőmmel a tél folyamán jártunk Felsőrákosra, és kértük, hogy az archív fotókat gyűjtsék össze, hozzák el nekünk, hogy digitalizáljuk. 449 fotót sikerült digitalizálni, ezt 43 embertől kaptuk, nagyon szépen köszönjük. A 449 fotóból itt most 37 darab van kiállítva, nyilván a tér sem enged többet. Gondolkodunk azon, hogy akár egy digitális kiállítást, akár kiadvány formájában folytassuk és közszemlére tegyük ezt az anyagot, hiszen Felsőrákos az a háromszéki település, aki szerintünk az egyik leghagyományőrzőbb település. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy majdnem mindenki viseletben jött el a mai este, és megtartották és viselik a viseletet. Nem mindig csak ünnepnapokról veszik fel. Kérem, fogadják szeretettel a Százlábú Néptánc Együttest is. A Zenga Lélek Zenga Szó című műsorokat hoztuk el most Önöknek ajándékba. Erről néhány szót és a kiállítás anyagról is Virág Endre kollégám, a Kovászna megye Művelődési Központ néprajzosa és néptáncosa mond majd Önöknek. Jó szórakozást kívánok, és még egyszer köszönjük a sok jót, amit értünk tettek, és a kiállításért. Jó szórakozást! De tulajdonképpen mindannyian szembesülhettünk a fotók segítségével az egykori magunkkal, vagy a közeli múlttal, amelynek részei voltak szeretteink, barátaink, ismerőseink. Ezek a képek, amelyeket munkatársaim összegyűjtöttek az Önök jóvoltából, tulajdonképpen egy valós képet, nem egy idealizált állapotot mutatnak be a múltból, olyan dolgokat, amelyeknek részei voltak elődeink és kultúrájukon keresztül Önök is. Sajnos sok nagyon szép, értékes kép technikai okokból nem kerülhetett kiállításra. Ezt már említettek, de ugyebár nincsen nekünk lehetőségünk azt, hogy mindegyik képet ide kirakunk, tényleg azért, mert hely nincsen, de hát az volt, reméljük, hogy majd a jó közeljövőben. A szándékunk van még az idén elérőkhöz, hogy levetítsük őket, és ha lehet, együtt beszéljük, mert kerülhetnek ki olyan információk a képekkel kapcsolatosan, amik nagyon fontosak lehetnek. Természetesen más régi képeket is szívesen fogadunk archiválásra a következőben. A képek nem egy témát dolgoztak fel, hanem ami közös bennük, az a viselet és hogy Felsőrákosról származnak. De ha mondhatom, akkor majd mindegyik képnek van társa, mert ha azt mutatom, hogy van kisgyerek, van kislány, ha azt mondom, hogy van asszonykórus régebb, asszonykórus most, azt mondom, hogy vannak családi képek úgy, hogy férfi, nő, gyerek, ott vannak is van társa, régebbi, újabb, vannak régebbi viselettel, és vannak újabb viselettel. Lehet, hogy megköveznek, ha azt mondjuk, hogy igen, van ott olyan régi kép, amikor a férfiak fehér harisnyára voltak, de úgy, hogy nem volt semmi se rajtuk. Valójában a képek miről beszélhetnek? A valóságról. Mert ha beállunk egy képen, általában szeretjük elővenni egy képnek a képelét, akkor szeretnénk elővenni a legtisztább, a legjobb ruhát is, de vannak olyan pillanatok, amik esetleg ottan hátul vannak, amikor élő képek vannak, vagyis jönnek haza valaki kép a mezőről, és a fotós nem behívta őket, és álljanak be, hanem előtt is lekattintotta, és egy olyan képek vannak ott, ahol
nem feltétlenül az ünnepi viseletben vannak, hanem a megszokott viseletben önöknek lehetséges, hogy már természetes, de azoknak az embereknek, akik nem itt laknak, azok egy más képet is láthatnak. Van itt olyan kép, amelyik maga módján történelmet ír. Egyrészt családon belül azért, mert valakinek a valakije, és lehetséges, hogy önök tudják, hogy kik azok a valakik, nem csak azok, akik adták ezek a képeket, de vannak olyan képek, amelyeknek lehet, hogy nem személyisített, de vannak történelmi emlékeket idéznek, hiszen van olyan kép, amikor a legények katonának mennek, és a falu félfalu kint van, van olyan kép, amikor zászlót viselnek, és mert jönnek a magyarok be annak idején, ugye, és van olyan kép, amikor csételnek, és vannak olyan képek, amikor valamilyen kalákát idéznek elő. Én azt tudom mondani, hogy ezek a képek önmagukért beszélnek, és elsősorban, ha egy nemzetnek van múltja, akkor ezek is egy picit a múltból idéznek elő. Mindenképp köszönjük szépen, hogy elhozták, és reméljük, hogy majd a következőben még lesz rá lehetőség, hogy valamelyik fiókból kikerüljen hasonló régi kép, amelyet esetleg fel tudunk gyűjteni, hogy egy kicsit a történelem során mélyítsünk olyan emlékeket majd a jövőnek, ami majd magáért fog beszélni. Az egyik, mondjam úgy, hogy fénypontja legyen az, hogy az itteni rákosi viseletet a magunk módján, ahogy összetudtuk írni azt, ami van, azt, ami volt, úgy, ahogy lehetett, a mai viszonyoknak megfelelően azt, ami még maradt, próbáljuk megőrizni, aztán, hogy meddig sikerül, az majd a jövő titka. A mai programot szeretnénk mi is szebbé, színesebbé tenni a ruháinkkal, népdalcsokrunkkal. Mint tudjuk, a mi kicsi falunk a megye egyik legkisebb faluja, de mint azt a ruhák is bizonyítják, próbáljuk ebben a kis közösségben értékeinket, hagyományainkat megőrizni, és átadni a következő generációnak. A viseletbemutatónkat két részre osztottuk, az idősebbek és a fiatalasszonyok csoportja. A múlt század ünneplő székely ruhái és polgári ruháit fogjuk bemutatni. Tudni kell, hogy az életkortól, évszaktól, társadalmi helyzettől, alkalmaktól függött nagyon sokáig, szigorú szabályok között, hogy ki, mit és mikor viselte. Mára ez már csak részben érvényes, és a népi divat sokat módosított a ruhákon.
de még számos eredeti formájában megmaradt és megörökölt darabunk is van. A bemutató első részében megkérném a szépkorú hölgyeket, legyen a a nőkön mindenkinek egyforma szabású, fehér, sifon gyolcs ing van. Az inget mindenki a saját szabására magára próbálta alakítani, de amit örökölt, az is mind olyan, hogy majdnem mindenki mindenkiét ugye várt hordotta. A rokolyánk anyaga, vagy szőttes, vagy a polgári viseletnél az újak készen vásárolt anyagokból ugyanazon formára varrottak mindegyik. A legjellemzőbb kivétel nélkül a lerakás. Ugyanaz a karincánál is érvényes. Az eredetiségünk, a barcaság háromszék udvarhelyszék határán való elhelyezkedésünkből adódik. A karincát a rokolyák alatt mindenki, fehér rokolyát, pendejt, nagyon sokáig csak kézzel, forgolt csipkével ellátott pendejt, stikolásos fehér rokolyát és pendejt visel. Nyáron cipőt, spánglist, lakosorú papucsot hordtak, télen pedig csizma, kordován csizma. A nő, azt nagyon jól tudjuk, hogy Rákoson, hát én már nem mondhatom azt, hogy mennyire emlékszem arra, de viszont az idősebb korosztály tudja, hogy még Baroton is mindenki megismerte, hogy az a Rákosi néni, az is Rákosi néni, mert úgy volt kötve a kendője, hogy az egy olyan jellegzetes kötési forma volt, hogy azt már ma nehéz megtartani. A többi kiegészítő télen háraszkendő, szabados kurti, hosszú kurti, az kortax, a gyöngy, a zsebkendő és a faolaja zsebkendő az, ami még meghatározta mindenkinek a viseletét. Most kor szerint szólítok mindenkit, Pali Anna nénit kérem szépen. Anna néninek piros-feketében szőtt rokolyája van, rózsás karincája, kerepines rózsás lábia, tessék színes meg, delinkendője, nagyon szép, ezt ő hallta, ez az ő, örökölt szőt, attól függ, hogy hogy veszünk, szőtte vagy maga? Nem szőtte? Szőve. Úgyhogy ez annak, és a faú lajas zsebkendője. Molnár Erzsébet, fekete szőttes, pirosos anya, fekete sején szatén karinca, bogos szőr, kerepines lábi. Ez ma már egy nagyon-nagyon régi darab, ilyen anyagot, hát nagyon-nagyon sokat mondjam azt, hogy eltemettünk, de viszont azért még egy jó pár most is van. Ez a felkendő is körülbelül, hát egy olyan 100 évet mondok, biztos, hogy egy annyi. Pálmarvi. Édesanyám, egy segesvári szőttes macskanyomos rokolyát visel, két számkis kötényt hozza, ez örökölt kötény, hogy hány éves lehet, azt én nem tudom, hát 200 éves annyi van, bár ez még a dédünknek a dédjévos, nem tudom. Fekete számkis lábi van, és anyának is még a déd nagyanyám muszlim kendője van. Szitóriáma néni. Piros, feketébe szőtt háromszéki, ez a mostani háromszéki, nagyon régi. Rokolyája van, rózsás köténye, számlis rózsás lábia, szőr rózsás felkendője. És egy nagyon szép perce. Fábián Milonka néni. Éppen ezt akarom mondani, hogy kitállíték, hogy neki a kunkja eredeti. Segesvári szőttes, különleges mintájú rokolya. Tászlis varrás van, mondhatom, majdnem minden rokolyán. Nem tárjadunk ki minden viseletre ennyire, mert hanem akkor még reggel is itt leszünk. Ez a kötény, ez egy szantlis fehér karinca, sején lábia van, nem kerepines, hanem zsinóros. Böske néni azt mondta, hogy ő most szőtte, hát ez 30 éve. Úgyhogy a 30 éve ő szőtte kék-feketébe való anyagból a rokolyája, és ugyanolyan anyagból van a melléje. Ez a népi divatnak egyik módosítása, mert ugyebár így a rokolya és a mellény anyaga nem nagyon volt az úgy egybevéve. Szőrkarincája van neki is,
Egy jó, szép kándője. Úgy jól, sokat is piroska. Piroska Lénink a piros kutyában. Ezt tudni kell, hogy felsőrakos egyik legünnepibb viselete volt. A piros muszúj, kék muszúj, fekete muszúj. Piroska némi most egy piros van, piros sejemkalincával, piros lágyival, úgyhogy a kándője a paracivál nem is nagyon-nagyon rég. Bogyorana néni lesz egy kék, feketével sűrített anyagi rokonyája van, amit ő vart, ugyanis tudni kell azt, hogy Anna néni most is nagyon szép ruhákat vart. A mellénye is kék, feketével szőtt anyagú lárbi, úgyhogy a karincája pedig ez a karton karinca, ami nagyon-nagyon sokunknál még megvan, nem is nagyon használtuk addig, amíg ezt nem láttuk annyira szépnek, hogy az azért egy olyan változatosságot tesz a mi viseletünkben, amit nyugodtan, de nyugodtan lehet használni. Rákos falun végig menni nem lehet, mert a lányok piros szoknyát viselnek. Tíz egér csipke fodor van az alján, barna legény kopogtat az ajtóján. Barna legény lekopogtas jelebbi,
illik a rózsa, menyecskéknek a savanyú borka, menyecskéknek se jelhagy, akkor lesz majd jó világ, mikor kinyílik a zuborka virág. Gólya madár azt mondja a fiának, magas fára rakjon fészket magának. Én is arra tanítom, az én kedves galambom, ha nem szeret, válaszom más magának. Én is arra tanítom, az én kedves galambom, ha nem szeret, válaszom más magának. Bemutattunk második része, ahol a fiatalasszonyok viseletét fogjuk bemutatni. A fiatalasszonyok viselete nagyon színes volt, és mai napig is az maradt. Nagyon-nagyon büszkék lehetünk rá, mert ennél változatosabbat nem Erdővidéken, nem Kovászna megyében, hanem nem megyek ki annak a határaink túlra, de nem nagyon lehet kapni. Úgyhogy Csiki Markus, ezt az anyagot, azt tudom, hogy az ő édesanyja szőtte. Ez a kék-fekete sirített rokolya, ugyanolyan a lágyia, fekete keretines lágyia van, ugyanaz az anyaga, mint a rokolyának. És az ő karincája is, hát mondjuk van egy olyan száz, és valami, egy annyi. Úgyhogy ez így pászította, találtotta össze, mert azért a két anyag, a régi, az újjal, az nagyon-nagyon jó nekik. Kádár Etelka. Három széki rendben van, piros feketébe szőtt, régi, eredeti három széki rend, rózsás karinca, nincsen csipke a szélén, rózsás mellénye van, nem keretinek salájbi, hanem csak zsinóros, nagyon-nagyon szép rend. Szlámi Ida. Iduka néni maga varta az egész rendit. Ez egy kék, feketébe sirített rokolya, egy bordó damasz karinca, rózsás lájbi, zsinóros, nem kerepényes, ezt ő csinálta, úgyhogy ez már egy nagyon-nagyon nagy szósz. Bence Réka, a piros húszúj, amit azt már még egyszer hangsúlyozom, az egyik leggyönyörűbb, legszebb viselet. Ez a piros muszul anyag, piros feketével van, a karinca szőtt, ez hozzatartozik a piros muszul rokolyához. Ugyanolyan anyagja van, piros szőtt a lágyia, csak bársony szallagos, a szabados kurtia pedig bogos szőtt. Ez egy, én azt mondanám, hogy még hármat, négyet, ha lehetne bogos szőr ilyen szabados kurtit kapni, de már több nincsen. Úgyhogy az egyik legszebb fekete szabados kurti, és az egész rendben van. A doktor Enikő. Enikő apró kockás rokolyát visel, ezt inkább ismeritek, mert ez úgy a 60-as, 70-as években ez egy nagyon-nagyon ismert rend volt. Piros szőtt karincája van. Fekete, gyönyörű szép keretines lágyia, és ami a legfontosabb, faolajos zsebkendője. Vagy ezt mondanak? Vagy megveszél, és mit látnak. Sándor Rózsánia, nekem mindig kálaszinak maradsz, mert mindegy. Ez a kék, fekete muszúj. Ezt az ő édesanyja varta, kék karinca, ugyanolyan kék mellény, kék keretines lágyival, az egyik legszebb viselet. Ferenc Günde, mint a leánkori nevükük teszem le, de most nem bajos. Piros, feketével szőtt háromszéki rend, egy pirosas, feketével szőtt lábi. Ez egy nagyon régi, ez az epres szőrkarinca, rózsás karinca között nagyon-nagyon ritka. Biztos, hogy sokan megismeritek, de az, amelyikben epér van, ez egy olyan rend volt, hogy az akkor nem tudom, hogy hányos évekre tehető vissza, de hogy 100 évesnél több, az biztos.
Emiliának is három széki rendje van, neki is ugyanaz az epres szőrkaricája van, és az ő lábjának a jellegzetessége az, hogy ugyanolyan anyagból van, mint a rokolyája maga. Szakennyal, vásonyszalaggal díszítve, nagyon-nagyon szép. Bíró Esztike, hát a kék muszújok gyöngye. A kék muszúj az egy különleges, szép, nagy munkás ő. Én úgy tudom, hogy most szövetted ezt, Esztike, jól van pár éve. 5-6 éve ez most van szőve. A kötény az egy kék, de ez már régebbi kötény, igen, ahogy én látom a csipkéről, mert az régebbi. A lábija kék, igen, anyagból van, keretines lábi, egy nagyon-nagyon szép mostani. Ugye, hogy aki akar magának, még akkor is, hogyha nem ide valósít, hogyha egy kicsit szereti, akkor egy nagyon szép rendet össze lehet állítani. Molnár Katalin. Fekete szőtrokolyája van Katinak. Erről a rendről azt kell tudni, hogy ilyenbe konfirmált például az én édesanyám. Nagyanyám ebbe a karincába, ebbe esküdt. 42-ben. Igen. Ez egy fekete rakott aljú blúz. Az a jellegzetessége, hogy ennek úgy egy 70%-a kézzel van varva. Ehhez nyakszorítót viseltek, ez volt a konfirmáló rend, nagyon-nagyon sokáig, ugyanúgy a konfirmáló majd, mint az esküvői mennyasszonyi rend, és Katinak is van faolajos zsebkendője, vagy zsebkendője. Hát anyu egy ünnepi viseletet vettem fel. Ez karácsony első napján mutatóra osztáskor, illetve húsvét első napján vették, amikor úgy esett, hogy hideget idő volt. Sötét kék posztóanyagból van a rokonyok, sejemszalaggal, kék sejemkarinca, és ugyanolyan anyagból van a mellény, a sötét kék posztóból, mint a rokonyája. Ehhez még vették a szabados kurtit, és a rokonyok. Megkérlek szépen mindenkit, aki nem dalcsoportos, legyetek szívesek, gyertek fel, hogy mutassuk meg azt, hogy még van, a dalcsoporton kívül is van még olyan, aki a ruhát szívesen, de szívesen felveszi. Már óvodások, és akik még most már keresztelnek, abba igyekszik mindenki legtöbb része, hogy ebbe a piros, gyermekek által hordott rendbe öltözködnek.
Ez a konfirmáló, mikig elmegy, ugye bár ezt tudni kell, hogy a piros rend az a piros rokolyából, pendelkéből, karincából, lágybikából áll, mindenkinek van. Mindenkinek van alsó szoknyája, pendelkéje, minden gyermeknek van. Ők a picurka. Most jön a konfirmáló rend. Yes. Fruzsina az idén konfirmált, ez a konfirmáló pirosát, ebbe konfirmálnak Rákoson a Leánó. Ez egy nagyon-nagyon szép darab, Szőcs Ildikó munkája. Meg lehet nézni, pontos, szép, nagyon-nagyon gyönyörű, szép munka. Szőrtes a rokolyája, kézzel varva van, szépen három színűvel van varva a köténye, az ink. Ebbe a rendben mondhatni azt, hogy minden vadonat úgy. Minden ez így van rajta. Edina egy kicsit már nagyobb, ő már hát olyan jó konfirmált Leánka. Nagy szeretettel hozza, annál is inkább, hogy ő sokat szavol. Templomba, bárhol megkérik, ünnepnapokon, és mindig szót fogad a tiszteletesnek is, és nem mondja, soha nem mondja azt, hogy én ezt nem veszem fel. Az Edinái és nagyon-nagyon szép rend, ugyanúgy ilyen konfirmáló rend. Most jönnek a fiúk, legyetek szívesek, ők a konfirmándus jelölt az egyik, a konfirmándus volt a másik, gyere Szabocska, létszik. Ilyenben konfirmálnak Rákoson a fiúk. Fehér harisnya, posztol kurti, posztol lájbi, sazink. Egyek csizmák valahonnan a patójéből kotornak, kurnak, kérnek. Már akkora gyermekek, hogy hát ezeknek azért meg kell jól keresni a ruhát, amit lehet. Nem szívesen veszik, ha kell, hanem magukra, de ezt a napot most kivételesen, ezt nagyon-nagyon megköszönöm nekik, hogy ezt így bevállalták. Köszönjük szépen! Unor, ő már csőszlegény volt, ő már nem megy a szépen olyan kicsi gyermekek kategóriájába. Ilyenben vannak a csőszlegények, ugye ebben után. A papa kurtia, a papa mellény, lájbia, mert nem mellény, hanem lájbia, az ink, aki kíváncsi arra, hogy mi a különbség a női ink és a férfi ink között, nagyon nagy különbség van. Ez csak úgy lehet, hogyha megnézed egy kicsit közelebbről, már azért nagy nagy különbség van. Nagyon szépen köszönjük Hunornak is. Itt a fiatal asszonyok lenne, akár csak egy kicsit létszíves közé. Az Erzsikéjé ugyanolyan kékúszújos, ez most volt, ez is szőle, gyönyörű szép köténye van, most van csinálva, ha jól tudom, bodosba, ugye? Nagyon-nagyon szép rend, ez egy új, muszúj, kék, fekete muszúj rend. Marikán a fiatalasszonyok három szép irányja van, rajta a szőrkarinca, ugyanaz a rozsás, kerepines lájbi, és a szabados kurti. Ez a posztol szabados kurti, az, ami bársony szallaggal van paszkolozva, ez egy eredeti, nagyon-nagyon szép, köszönöm szépen. Bajori Muska, meg kell nézzenek, mert nem láttak. Régebbi, mondja te, légy szíves. Régebbi rokolya, így vásároltam, magamra alakítottam, a kötényt azt. Írmuska is varja a székelyruhát, úgyhogy fogjon egy légy szíves. Írmus is varja a székelyruhát. Ferencrék, bocsánat, Kotecrék, elnézést képviselő. A Rékai egy nagyon-nagyon régi kék, feketében szőtt. Nem tudom megmondani, hogy milyen stílusom, mert én még ilyet nem láttam. Én csak annyit látok, hogy ez kék-feketével van. Hozza a fehér, damaszt kalincát visel, nagyon szép régi zsebkendő, és ugyanolyan a lárdia, mint maga a rokolya anyagja. Bogos szőrből van a szabados kurti, és ez egy nagyon szép fiatalasszony viselet. Azért nem hagyhatom a legvégire, de... Ez egy fekete, segesvári szőttes anyagú, különleges mintás rokolya. Egy piros szántris, tászlis, karinca van hozzá, egy bogosszőr, fekete, kerepines lajdi, és zöld, szőr, karinca kötő. És a spanglis papucs. Na ilyen a spanglis papucs. Úgy,
hogy ez eredeti bőrcipő, ez nem. Gondoljunk bele, hogy ők, nagyanyáik most mennyire büszkék lennének, és mennyire örülnének velük. Nagyszüleink már énekelték, hogy 100 éves a három széki szoknya. Mi tőlük tanultuk, és csak azt kívánunk, hogy bár csak még 100 évig szóljon róla a nyugta. 100 éves a három széki szoknya. Yeah.